nem jó itt. Nekem. Unalmas. Unalmas, nem hogy unalmas, hanem amikor nyar van, süt a nap, jó az idő, minden cigama kint van, kis vitamint összekapnak, egymást megölnék, ha lehetne. Nyugodtság, unáljon, nyugodtság, csönd. El kéne menni innen jobb helyre, mert nincs hazam. Elvették a szoszportot, két gyerekem van, ott nyomorkodok egy kis gunyhóbot, halt. Szeretnéd a gyereket? Családos apudat. Nem nagyon. Ha? Mi a baj a gyerekkel? Sok a gond vele. Igazán, de szegénységbe el kell tartani. Ma egész nap nem ettem, megmondom úgy, ahogy van. Katasztrofális a gyerekek helyzete, ami katasztrófa az egész társadalom szempontjából. Most már évek óta az a felmérések tapasztalata, hogy minden megszülető korosztálynak a 20-25%-a elvész. Tehát nem szerez szakmát, nem érettségizik, nem tud belépni a munkaerőpiacra, és egész életében a nullára van ítélve. Ez katasztrófa az országnak is, és katasztrófa nekik is. A gyökere a dolognak természetesen a szülők tömeges munkanélkülisége és szegénysége, és az iskola teljes tehetetlensége, és hát a munkaerőpiac olyan leépülése, ami ide a 90 utáni években bekövetkezett, tehát ez egy borzasztó nagy komplexum. Tulajdonképpen statisztikai felmérések, statisztikai mutatószámok mutatták azt, hogy Magyarország az Európai Unió átlagától bizonyos tekintetben, főként a gyerekszegénységet és a mély szegénységet érintő számokban erőteljes lemaradást mutat, és az akkori kormányfő kérte föl az akadémiai kutatócsoportot, amelyet Ferges Zsuzsa professzor vezetett, hogy dolgozzon ki egy gyerekszegénység elleni programot. Eleinte voltunk 4-5-en körülbelül, és akkor elkezdődött egy olyan munka, aminek az volt a célja, hogy hogyan lehetne egy olyan komplex programot összeállítani, ami mindenfelől támadást indít ez ellen a társadalmi jelenség ellen. Nem lehet csak az iskolával foglalkozni, vagy csak a kora gyerekkorral, a szülők foglalkoztatásával, a lakhatása, sok dimenziós dolog ennek a felszámolása, vagy csak az enyhítése, csökkentése az egyszerre sok területen történő beavatkozást igényel. Ez később kormányprogram lett, és egy másfél évre rá pedig egy országgyűlési határozattal elfogadott 25 éves stratégia. Ezt mi úgy hívjuk, hogy a kék könyv, mert egy ilyen szép világos kék borítója van. Azért itt szakemberek sok-sok éves tudása, elméleti kutatásai, gyakorlati tapasztalatai jöttek össze ebbe a kék könyvbe, de hogy nagyon fontos lenne megnézni, hogy mindez a gyakorlatban hogy működik. És akkor mi elhatároztuk, hogy ezt egy hátrányos helyzetű kistérségben el kell kezdeni. A Széchenyi kistérség Észak-Magyarországon, Nógrád megyében, a szlovák határ mentén fekszik. Mind a megye, mind a régió az ország leghátrányosabb helyzetű térségei közé tartozik. Ahogy a környéken, a Széchenyi kistérségben is súlyos gond a foglalkoztatás, magas a munkanélküliség. A térség kistelepülésein az önkormányzatok a legnagyobb foglalkoztatók. Munkalehetőség hiány a munkaképes korú lakosság jobbára csak fekete munkából, napszámból tengődik. Többen ingáznak, Széchenybe, Balassagyarmatra, Salgótarjánba járnak dolgozni, mások a fővárosi építkezésekre. Mindez meghatározza az itt élők jövedelmi helyzetét, életkörülményeit. A létbizonytalanság, a szegénység mértéke az utóbbi években szemlátomást nőtt. A lakosság lélekszáma folyamatosan fogyatkozik. Már nem éri el a 20 000-et. A kistérség 13 településéből Széchenyben 6 000-en, a többiben 400 és 2 000 közti lélekszámot tartanak nyilván. A lakosság előregedőben, jellemző az elvándorlás, főleg a magasabb iskolai végzettségű fiatalok körében. A kistérség lakóinak többsége alacsony iskolai végzettségű. Ez nem egy olyan dolog, ez a gyerekszegénység elleni program, hogy itt hoznak 5-6 törvényt, meg módosítanak 3, nem tudom, jogszabályt, meg megemelnek 2 támogatást, és akkor megoldódik ez a dolog. Itt nagyon komoly helyi folyamatokról van szó.
Ennek egy leágazása a Széchenyi alkalmazási kísérlet, ami a stratégiának egy 3 éves rövid programját tartalmazta, és egy 20 000-es kistérségben azokat a sürgős beavatkozásokat, szolgáltatásokat próbálta elindítani és működtetni, ami ezt a szegénységet, mély szegénységet felszámolni véli. És hát nem fenyeget az a veszély sajnos, hogy egy terület nagyon-nagyon elhúzna. Ráadásul ugye egy kistérségi program az beágyazva működik egy nagyobb társadalom dimenziójában és egy európaiban. Tehát az elmúlt 2-3 évben ez a világméretű hitelválság és általános méretű eladósodás, az államháztartás megrokkanása, ez természetesen ugyanúgy összefügg az emberek jólétével, mint a szolgáltatások összhangja. Én azt gondolom, hogy Széchenyi nagyon sok tekintetből igen, nagyon-nagyon hátrányos helyzetű, főképp azért, mert munkaerőpiaci helyzetét tekintve valami egész kilátástalan. Kistérségként, hogy úgy mondjam, egy kezelhető nagyságrendű 13 településével, 20 000 lakossal és a 4 000 körüli gyerekszámmal, és hát az is szempont volt eleinte, őszintén, hogy viszonylag közel van Budapesthez, bár ahogy ezt a Széchenyiek mondják, hogy nem vagyunk messze, csak távol Budapesttől. Endre falva a 22-es főút mentén Budapesttől 100 kilométernyire fekszik Balassagyarmat és Salgótarján a régi és az új megyeszékhely között. A munkaképes lakosság fele nyilván tartott álláskereső, másik fele ingázással próbál munkához jutni. A fiatalok közül sokan már is elmenekültek, s az előregedő faluban sorra ott árválkodnak az üres házak. Magyar Géc után másodikként itt a legmagasabb a gyerekek száma. A legfrissebb adatok szerint közelít a 400-hoz, s meghaladja az idős korosztályét. Endrefalva lakosságának 80%-a roma származású. A gyerekek, ha mondjuk egy iskoláról van szó, az életük első 6 évét olyan lakáskörülmények, olyan egészségügyi feltételek, olyan táplálkozás mellett élték meg, amiből már serdülőkorban is nehézségek vannak, amiből mindenféle betegségek és mindenféle nehézségek adódnak. Sem a szegénységet, sem a romasságot nem tűri el az iskola. Sok iskola szeretné ezeket a gyerekeket elkülöníteni, erre eddig is volt lehetőség, attól félünk, hogy most még több lesz. De minden esetre ez a helyzet, hogy kevés gyerek születik, és annak a negyed része is elvész, és messze nem csak cigány gyerekekről van szó, ezeknek a gyerekeknek a nagyobbik fele nem cigány, hanem szegény magyar gyerek. Szóval a program arra szolgálna, hogy valahogy a gyerekekkel, a legkisebb gyerekekkel kezdve egészen a serdülőkor végéig feldúsítsa ezeknek a gyerekeknek a lehetőségeit és az életét. Nem létezhet program anélkül, hogy korai gyerekkorról ne beszélnénk. Nem létezhet program anélkül, hogy a korai időszaknak a feltételeit ne biztosítsuk. Mérföldkövek azok az életük első 3-4 évére tehetőek. Ehhez kell biztosítani fejlődési lehetőségeket, ehhez kell biztosítani azokat a fizikai, szellemi, lelki, hangulati és minden olyan egyéb feltételt, ami ahhoz kell, hogy ez a fejlődés zavartalanul menjen végbe. A Széchenyi kistérség 2006-ban, azon kívül, hogy a program kezdetekor a kistérség a leghátrányosabb helyzetű kistérségek csoportjába tartozott, azért tűnt mégis ideális terepnek az elmélet gyakorlati kipróbálásához, mert viszonylag kis területen sok kiváló szakemberre támaszkodhatott, s a kistérség vezetői is a program mellé álltak. Az elindításhoz az adta meg a végső lökést és bátorságot, hogy 2006 őszén a kistérségi társulás, az önkormányzatok és az MTA gyerekszegénység elleni program irodája együtt konzorciummá alakulva kidolgozta a norvég pályázatot. Abban bízva, hogy egy sikeres pályázat biztosíthatja a következő évek forrásainak túlnyomó részét.
Széchenyben vagyunk a művelődési házban, itt van egy IT pontunk, most már nem Magyarország pont is lett, és itt a gyerekesély program keretein belül képzéseket szervezünk idősebbeknek, hátrányos helyzetűeknek. Ugyanolyan fontosnak tartottuk a felnőttek körében is a digitális írástudás képzést, mint a, ugye a gyerekek részéről. Talán őnáluk sokkal nagyobb a hátrány, nehezebb nekik megismerni a számítógépet, illetve elsajátítani ennek a ismeretét, mint ugye a gyerekeknek, mert ő náluk már iskolákban elkezdik a képzést. Már a gyerekessé program indulásától tartjuk ezeket a képzéseket. A felnőtt képzéseknél is úgy van, mint a gyerekképzéseknél is, például az első 10 alkalom az, amikor az alapokat elsajátítsák, és utána lehetőséget biztosítunk arra, hogy továbbképzésen vegyenek részt, mint például ugye a multimédia vagy a szövegszerkesztésnek a alaposabb ismeretét sajátítsák el, vagy például most már itt van ez az ügyfélkapus e-ügyintézés, tehát ez is most már továbbképzési kereteken belül működik. Nyelv és kommunikáció fejlődéshez egy olyan környezetre van szükség, amelyik ezt a nyelvi fejlődést elősegíti, amelyik arról szól, hogy a gyerek minden egyes tettére valamilyen reakcióval válaszol, a gyerek kérdéseire választ ad, a gyerek érdeklődését elősegíti, hogy meglegyenek azok a feltételek, amelyek a gyerek természetes kíváncsiságát kielégíti, hogy az a folyamat, amit úgy hívunk nagyon egyszerűen, hogy a világ megismerése, ahhoz legyen világ, amit megismer. A Széchenyi Gyerekesély Program nagyon sok segítséget hozott már a településünkre. Kaptunk tőlük anyagi támogatást is, a játszótér, ami nagyon-nagyon jó közösségi nevelő, ahol a szülők megoszthatják egymással problémáikat, gondjukat. De legfontosabb a gyerekház, ahol elkezdhetjük ezt a fajta nevelést a szülők a gyerekekkel együtt, hogy picikortól nevelni, nem a gyerekeket, hanem a szülőket, hogy lássák, hogy milyen jó, ha közösségben vannak, mennyivel könnyebb ezeknek a gyerekeknek majd az óvodában a beilleszkedés, akik már itt is egyfajta közösségi élethez, egy megszokott rendhez szoknak hozzá. A gyerekházban elsősorban ugye a mindennapi életre próbálják meg a szülőket nevelni, nem előhozakodva vele, hanem szépen óvatosan rájönnek a szülők, hogy igenis egy 10 óraihoz szavíta kell, hogy igenis előtte kezet kell mosni, és ezzel próbálják meg őket szocializálni. Hát annyit tudok a gyerekházról, hogy 9-től lehet vinni délig, vagy egyig. Amikor nem betegek nekem, akkor minden nap ott vannak, de amikor nadhasak, meg ilyenek, akkor nem mennek. Akkor otthon tartsuk őket, meg kiváltsuk nekik a gyógyszert, ha tudjuk. Aztán amikor meggyógyultak, mindig csak visszük őket oda. Délután mi vagyunk velük. Csak az kéne még, hogy ezé legyen. De hogy 9-től egész 4-ig legalább. Mind az óvodában. Ez volna jó. Meg adnának ebédet is ott. WC-re rá tanítsák őket, mert van ott rendes WC, mosdó, mosakodnám, mindent tudnak. Nekem nincs fürdőszoba, ami nem tudom nekik megmutatni, hogy ez itt a WC, rá kell, itt a mosdó, tűrőköző, ez a tűrőköző. Egyszer nincs fürdő, ott meg minden megvan. Már ez is egy nagy lehetőség nekik. Amit én régen nem kaptam meg, gondolom. Tulajdonképpen ezekben a gyerekházakban nem csak a gyerekkel történik valami, hanem a szülőkkel is. Például az megtörténik a szülőkkel, hogy mindazokat, amiket ő nem kapott meg gyerekkorában, odafigyelésben, szeretetben, gondoskodásban, bizalomban, jó reakcióban az ő bármilyen felvetésére, azt megpróbálja a gyerekház megadni, és ettől a pillanattól kezdve, ahogy benne helyreáll egyfajta egyensúly, már sokkal egyszerűbben és sokkal könnyebben tud a saját gyereke felé is egy hasonló mentalitással, egy hasonló attitűddel fordulni. Addig, ameddig ő egyetlen egy dolgot ismert az életében, a fegyelmezést, és azt is leginkább valamiféle fenyítés formájában, vagy az örökösen én nekem mindig le kell mondanom valamiről, nekem nem lehetnek vágyaim, nekem nem lehetnek kívánságaim, nekem nem lehetnek örömeim,
akkor nem keresi annak a lehetőségét, hogy a gyerekének is legyen, miközben talán észre sem veszi, hogy ő ezt nem keresi. Mert ha megkérdezem, akkor azt fogja mondani minden éppeszű ember, hogy igen, én a gyerekemnek boldogságot, örömet, szépet, jót akarok. De azt se tudja, hogy ez tulajdonképpen mi is, azon kívül, hogy esetleg egy kézzel fogható, csillogó valami. Mert a pénz nem boldogít. Hogy nem, engem most kisegítene? Hát engem jobban a szex boldogít. Élet is az egész. De engem tudja, mi boldogít az életben? Engem nem érdekel, hogyha szegénységben is élek, életem végéig, a két gyerekem. Ez olyan egy életet ad belém, hogy attól nekem nem kell semmi. Azt a célt szeretném elérni, hogy meglegyen nekik minden iskola, minden osztály, minden bő. Ne legyenek olyanok, mint én, hogy nekem hat osztályom van csak, mert nagyon régen engem anyuka már küldött az iskolába, és olyan 10 óra fele meg vissza kikért, hogy vigyázzak a többi kisebb testvéreimre. Én azt szeretném, hogy az én családom, a két gyerekem, hogyha felnőnem, egészséges lenne, boldog, meg lenne nekik a házuk. Én is egy házat csináltatnak. Egy kocsit vennék belőle. Meg pár cigannak adnak. Én is vennék egy házat, kocsit, meg a nőkre elbasznak. Vannak munkatársaink, akik a gyerekekkel dolgoznak, vannak munkatársaink, akik a családokat meglátogatják, akik a családokat elérik, akik segítik ezeket a fejlődési meneteket nyomon követni, akik odafigyelnek arra, hogy a gyerekekkel mi minden történik, odafigyelnek arra, hogy amikor egy fejlődési probléma előáll, amikor egy fejlődési menetben egy gát keletkezik, amikor egy sorompó lecsukódik, akkor meglegyen az a szakértő gárda, aki ezt a sorompot fölhúzza. Jó reggelt kívánok! Négy hiányzó Benedikkel. Mondjam név szerint? Baranyi Zsenike, ő beteg. Horváth Walter a bőrgyógyászaton van. Radics Mercedes belázasodott. És Olá Sebastianról nem tudunk semmit. Jó, úgy jó lesz. Jó, akkor megnézem. Szépen. Én is köszönöm, viszont látásra. Rász Pamela kellene kimenni, mert ő róla nem tudunk, hogy mi a baja neki. Miért nem jött iskolába, Tejfel Kevin. Tejfel Rómeóékhoz? Igen. Igen. Ő beteg, orvosnál voltak vele. Alá a Dominikék, ők jeleztek a szülők, hogy máma mennek el a nagymamahoz, úgyhogy igazolt távollétet kértek. Annak a bizonyos 3 napnak még a terhére? Igen. Igen, amit a szülő igazolhat? Igen. Nagyon szűkösek az anyagi lehetőségeink, nagyon szűkös az önkormányzaté is. Ezért nagyszerű lehetőség, amit a gyerekeségprogram kínált föl nekünk az iskolai koordinátor poszt címén is, amikor egy ilyen nagyon ügyes, teapra esett koordinátor került az intézményhez. Az ő feladata tulajdonképpen a híd szerepe az iskola és a családok között, és ehhez kapcsolódnak a tevékenységei. Például többek között, amióta itt ő nálunk tevékenykedik ennek a programnak a keretében, határozottan javultak az iskolai hiányzás mutatói. A szülők sem dolgoznak sajnos, és nincs egy kialakult napirend a családban, és előfordul az, hogy nem tudnak fölébredni reggel, és akkor így a koordinátor kimegy, sokszor ő a saját autóján hozza vissza, illetve hozza be a gyereket az iskolába. Azt szeretném megkérdezni, hogy a Józsi meg a Vivi, meg a Lacikával, a magántanulóval, hogy mi újság, hogy nem jöttek iskolába. Hát az egyik fiú meg János éppen beteg, a Lacika meg el van tilva kezdve, és azért nem jár iskolába. Ha már kimegy, akkor nyilván elbeszélget a szülővel, akkor megbeszélik a legfontosabb problémákat, és próbál segíteni. Tehát mindenképpen egy nagyon jó kapcsolattartásról beszélhetünk, ami miatt fontos, hogy ő itt legyen. De a tanítási órákon is részt vesz,
a pedagógus irányításával, felszerelések, illetve a hozzátartozó eszközöknek a kiosztásában, de ha olyan differenciált vagy egyéni csoportos munka folyik, akkor ő is beül a csoportban és próbál segíteni a gyerekeknek a feladat megoldásában, különböző felügyeleteket vállal a gyerekekre, a szabadidős tevékenységekben, leginkább délutáni órákban mindenképpen jelenlétére is számítunk, de számítunk a gyerekek értékelésénél is, az ő véleményére is, hogy nagyon sok szintere van annak, ahol be tud kapcsolódni egy iskolai koordinátor, és nagyon örülnénk, hogyha sokáig itt tudna velünk lenni, és lenne erre lehetőség, hogy itt dolgozzon. Azt a szülők megértették, hogy az iskolába járás az kötelesség, és nagyon fontos ahhoz, hogy majd a gyerek később boldogulni tudjon, de azért mindig akadnak kirívó esetek. Többek között az szokott az elalváson kívül előfordulni, hogy például nincs a gyereknek megfelelő ruházata, és ezért nem akarja a szülő engedni iskolába. De ezzel mi mindig megpróbálunk segíteni. Már a gyerekesi program keretében is volt rá példa, hogy különböző akciókból ruhaneműket, akár cipőket, ruhákat, mindenféle felszerelést tudtunk adni a gyerekeknek. A szociális és kulturális hátrányokon kívül, ami a családokat érinti, ez az oktatási törvényben annyit jelent, hogy 8 általános vagy annál kevesebb a szülők iskolai végzettsége, hogyha ilyen szülők nevelik a gyerekeket, akkor ők halmozott hátrányos helyzetűnek minősülnek. Intézményünkben jelen pillanatban 150 tanuló jár, ebből a 150 tanulóból a 78%-uk halmozott hátrányos helyzetű, ezért az iskola feladata az igen komoly ezen a téren is, és a tanulóinkat folyamatosan fejleszteni kell. Ehhez próbálunk mindenféle lehetőségeket kihasználni, többek között pályázati lehetőségeket, megpróbáljuk a környezetünket szebbé, tanulóbarátabbá tenni. Az egészségügyi program az része a komplex programnak, a gyerekegészségügy területe. Körülbelül 2 éve próbálunk akciókat csinálni, ennek már része volt itt Endrefalván is, meg máshol is, hogy egészségnapokat rendeztek az iskolák a gyerekeknek, ahol az egészséges életmódról, táplálkozásról beszéltek, szűrések voltak. És tulajdonképpen a 2010-es év az év, amikor már nagyobb lendületet vettünk, és egy nagy szűrés volt 5 településen. Vannak szűrések, ami megállapítanak problémákat, de a családok, a szülők nem képesek elvinni a gyerekeket kivizsgálásra, túl messze vannak a szakrendelések, pénzbe kerül, amit meg kell előlegezni, és ezt a problémát szerettük volna ezzel áthidalni. Itt nagyon érdekes eredmények lettek. Kiderült, hogy a gyerekek 20%-ának van szüksége szemüvegre, de nem volt nekik. Olyan drága a szemüveg, és olyan bonyolult elintézni innen Endrefalváról, eljutni szakorvoshoz, optometrikushoz, és többszörösébe kerül, mint amit a családok megengedhettek volna maguknak. És akkor ez egy nagy összefogás volt a gyártó cégtől elkezdve, az optikusokon keresztül, az önkormányzat, az iskola vezetése, a szülők, és a szakorvosok, mindenki benne volt, hogy végül is olyan kedvezményes áron készültek el szemüvegek a gyerekeknek, hogy most már azt látjuk, hogy minden gyerek hordja, akinek eddig szüksége volt rá, és aki eddig nem tudott az iskolai munkában 100%-osan részt venni. Ez a mindennapos fogmosás, ez része a fogászati prevenciós programunknak, aminek a keretében egyrészt megtanulnak fogat mosni, van hozzá eszköz, kialakítjuk ezt a szokást, erre törekszünk, hogy minden nap mossanak fogat a kölkök, és így aztán remélhetőleg az a szomorú kép, amit a fogorvosok tártak elénk, amikor a program 2006-ban ide került, hogy nagyon-nagyon sok a kezeletlen és rossz fogú gyerek, reményeink szerint ez egyre jobb lesz. Rendszeres szűrővizsgálaton vesznek részt, illetve hogy támogatjuk, hogy visszakerüljenek a kiszűrt problémák
gyerekek visszakerüljenek a kezelésekre is. A szülők félelme, hogy a gyerekeik nem lesznek egészségesek, ez egy létező jelenség, ezért nagyon sok mindent megtesznek. De természetesen, mivel nagyon sok a szegény család, nagyon kevés a jövedelem, ezért a félelem is ott van bennük, hogy hogyan tudják a gyerekeket gyógyszerezni, a gyerekeknek szemüveget venni, hogyan tudják elvinni őket az orvoshoz a falun kívül. Ezért döntött úgy a program, hogy ebben nagy segítséget adunk. Nógrádszakál az egyik legszebb fekvésű település a megyében. Északról az Ipoly határolja, délen a Cserhát Andezit kópjai merednek fölé, a folyó karnyújtásnyira, s a túlpart már Szlovákia. A faluban Hajdan gyakorta vendégeskedett Madách Imre egy barátjánál, de ide-ide látogatott Kittenberger Kálmán, a híres vadász is. A táj bővelkedik a természeti értékekben. Már a 18. századtól ismerték a Csevicekút savanyú vizét, s Ráros pusztán a faluhoz tartozó kedvelt üdülőtelepen termálvizet találtak. Ha távolabbról, a Kálvária dombról vagy az országútról pillantunk a falura, messziről villog hófehér csípkés templomának tornya. A falu határfalu. Ma 600-an lakják. Sok az idős ember, de sok a gyerek is. A falu lakosságának több mint egynegyede 17 év alatti. A munkaképes korúak közel 40%-a nem foglalkoztatott. 150 közülük regisztrált álláskereső. A roma lakosság aránya 50-60% körüli. Sok közülük szegregátumban él. Megszűnt a felső tagozat a Nógrádszakáli és a Nagylóci iskolások számára a helyben, és a gyerekeknek be kellett utazniuk Széchenyben a nagyiskolába. Ezt az átmenetet kívánta akkor a program segíteni azzal, hogy délutáni szabadidős, illetve tanulás segítő szolgáltatásokat indított be a gyerekek számára, hiszen nem volt lehetőség arra, hogy a gyerekek napköziben maradjanak. Felvállaltuk azt a fajta feladatot, hogy itt védett környezetben, jó körülmények között, bensőségesen egyéni fejlesztéssel történnek a tanulás segítő foglalkozások, illetve egyéb szabadidős lehetőségeket is biztosítunk a gyerekek számára. Fő célkitűzés az volt, hogy a gyerekek eljussanak akár érettségit adó középiskolába is, és nagyobb eséllyel induljanak el a későbbiekben a munkaerőpiacon. A gyerek az iskolában általában nagyon sok kudarcot él meg minden nap a tanulásban. Hogyha mi azt szeretnénk, hogy délután 5 órakor vagy fél 6-kor még eljöjjön mondjuk ide Nóci tanodába, és azt mondja Ági néninek, vagy Detti néninek, vagy a többieknek, akik itt tanítanak, hogy én még szeretnék valamit tanulni, akkor arra csak akkor válik képessé, hogyha egyébként maga a tanár is egy olyan elfogadó légkört biztosít, amiben egy partnerséget mutat a gyerek számára. Ebből a szemlélettel indulunk el, és hát azzal, hogy egyébként egy ilyen nagyon inkluzív és egy ilyen befogadó légkört teremtünk arra, hogy a gyerek megérezze, hogy jó tudni, jó tanulni, és hogy ennek egy idő után meg is lesz az eredménye. Látjátok, itt van az adventi naptár. Ezt most el fogom nektek magyarázni, és ennek kapcsán valamit le fogunk ide rajzolni. Jó, van, rendben van, együtt megcsináljuk. Pirosra szeretnéd? Tessék, elkezded itt. Így, úgy, hogy nem menj ki a vonalból, rendben van? Precízen, jó? Egy rózsaszín, és megint a negyedik egy lila. Ezt tényleg nézzétek csak a Feri milyen szépet csinál, na? Tehát az első legfontosabb szabály az, hogy mi tiszteljük a gyereket, de elvárjuk, hogy a gyerek is tiszteljen minket, és azért jöjjön ide, ami ennek az együttlétnek a célja, hogy az ő tudását tudjuk közös erővel gyarapítani. Ahhoz, hogy a gyerekek lecsendesedjenek, ahhoz nekünk felnőtteknek is csendesnek kell lenni. Mert meg kell tudni simogatni a fejét, meg kell tudni nyugtatni ahhoz, hogy el tudja fogadni, hogy itt egy más légkör van. Több mint 2 éve működtetjük ezeket a szolgáltatásokat, és egyre inkább előjönnek azok a trendek, hogy a gyerek már most tudja, hogy mikor kell jönni, hány órára jövök, hozom a könyvemet, ha akarok, akkor esetleg bemegyek és leülök a számítógéphez, hogyha akarok, akkor éppen rajzolhatok, ha akarok, akkor tevékenykedhetek, vagy külön vonulhatok egy konyhába és beszélhetek az egyik kedvenc tanárommal, mert valami mást is szeretnék vele megbeszélni, mint ami a tanuláshoz kötődik. Tehát ehhez egy nagyon komoly bizalmi kapcsolatot kell tudni kialakítani a gyerekkel. Thank you.
Salgótarján felől a 22-es főútról érjük el Magyargécet, amely, mint a legtöbb falu a Széchenyi kistérségben, eredetét a kora középkorig, mi több, egészen a honfoglalásig vezetik vissza. Magyargéc lakóinak száma 900-hoz közelít. A munkanélküliségi ráta itt is bőven 30-40% közötti. A lakosság etnikai összetételében a cigányság 40%-ot tesz ki. Érdekeit a cigány kisebbségi önkormányzat képviseli. A faluban van szegregátum, ahol a becslések alapján 60-an élnek. De a kistérségen belül itt a legmagasabb azon lakások száma, melyek nincsenek bekötve az ivóvízvezeték hálózatba. Hát én eredetileg Magyargéci lakos vagyok, csak ott születtem Salgótarjánban. Akkor jártam óvodába, utána elindult a suli, és onnan volt nekem egy olyan ember, hogy úgy hívták, hogy Gyarmati Csaba. Az ápolgatott engem, meg csinálta a karrierjemet. 13 nem voltam, még akkor nagy csapatban játszottam Magyargécbe. És onnan meg felfele. Utána megye 2, megye 1, MB3, meg Nógrád megyei válogatott voltam. Mert most is ez vagyok. A munkánk során többször szembesültünk az ott élőknek a tragikus életével, és tulajdonképpen akkor jött az ötlet, hogy valamiféle közösséget kéne létrehozzunk a telepen. A felnőttekkel nagyon nehéz dolgunk volt, hiszen egy felnőtt embernek a személyisége sokkal nehezebben alakítható, formálható, mint a gyerekeké, és akkor jött a következő ötlet, hogy akkor talán meg kellene próbálni, hogy gyerekeket bevonni a közösségi életbe, itt, ezen a helyen, vagy a régi helyen is akár találkozhatnak a településen élő más fiatalokkal, más gyerekekkel, és ez az integráció nagyon fontos lépése lett volna, hogy közös térben tudjuk őket foglalkoztatni. Petőfi utcában élő emberek mély szegénységben élnek, tulajdonképpen a legtöbb családban csak a gyerekek után járó támogatás az, amit igénybe vesznek, illetve vagy a férjek, vagy a feleségek azok, akik rendelkezésre állási támogatást kapnak. Nagyon lerobbant körülmények között élnek, többnyire szocpolos házakban, amit annak idején a vállalkozó aztán nem fejezett be. Hát figyelj, itt az életszínvonal az nagyon csoris sajnos. Nagyon-nagyon csoros. Nincsen munka lehetősége, nem tudnak az emberek dolgozni. Eleve vállalkozóval nem tudsz elmenni, nem fizet ki. Hónapról hónapra van, aki kapja ezt a szociális segélyt, valaki dolgozik a hivatalban, mint ahogy én is, és csak ebből áll az egész hónapjuk. Felveszik a adóságokat, hogy most oda tudják adni. Tudod, a romák 70-75%-kal úgy él, hogy egyik napról a másikra. Nem gondol a más napról, hogy most mi van, vagy mi lesz. Úgyhogy sokan vannak így ez a helyzet. Isten igazából a település, mint fekét kivett a saját testéből, tehát szegregálják őket, elkülönítik, és Isten igazából még maguk az intézmények sem integráló intézményekként működnek, tehát maga az iskola, az óvoda is sajnos több esetben előfordult, hogy ezeket az embereket valamilyen módon igyekszik elkülöníteni. Gyakorlatilag klub vagy önkormányzat által fenntartott közösségi ház vagy kultúrház nincs a településen. Tehát ők mindannyian szeretnének valami olyan helyet maguknak, ahol ők maguk is jól érzik magukat. Mi ezt a lehetőséget biztosítjuk nekik, ilyen körülmények között, ami ugye most itt van, de ugyanakkor azt kérjük cserébe tőlük, hogy segítsenek ők is. Tehát ők egy ilyen katalizátor szerepben vannak. Tehát mi azért messziről jöttünk, mi többé-kevésbé idegenek vagyunk itt, még azok is, akik naponta itt vannak, és a szegregátumban élők és a többségi társadalom közé ők be tudnak úgy ékelődni, hogy ismerik a telepieket, és tudnak közvetíteni, és ők ezt nagyon jól tudják. Ha valaki segíteni tud, az nem biztos, hogy a professzionális segítő okvetlenül. Tehát nem biztos, hogy mi azzal az elméleti tudással, amivel rendelkezünk, hanem ők a helyismerettel, ők azok, akik ismerik X-et meg Y-t, és tudják, hogy közöttük hogyan lehet békességet teremteni, vagy hogyan lehet előre vinni a dolgot. Volt egy megbeszélés itt Jutka nénéknek, ott akkor még az egy régi bázis volt, és akkor mondták azt, hogy miben tudna segíteni itt nekünk, ha fel tudnak téged érni. Hát én mondtam nekik, hogy én azt szeretném elérni, hogy a kis roma gyerekekkel foglalkozni. Hogy ne mondják azt, hogy ilyen romák, olyan romák.
Mondtam Ütkenének, hogy kérek tőle egy esélyt, ő megadta veled, de eddig úgy néz ki, hogy mi nem csalódott bennem. Ezért februárban kértük el a Pityikét az önkormányzattól, mint közfoglalkoztatottat és még néhány társát, hogy segítsenek nekünk a közösségi házban. Ők azok, akik tulajdonképpen nem fejezték be az általános iskolát sem, vagy legfeljebb azt fejezték be. És a program arra gondolt, hogy egy ilyen második esélyes fiatalok néven egy projektet indít, amiben őket fölmértük. Volt ilyen személyiségfejlesztő tréning, elsősegélynyújtó tanfolyam, számítógépes képzés, amiben részt vettek, nagyon lelkesen, és akkor utána kértük meg őket arra, hogy azoknak a gyerekeknek, akik ide járnak és kézműves foglalkozásban részt vesznek, vagy éppen házi feladatot kell, hogy megírjanak, vagy éppen egyszerűen csak játszani akarnak, hogy az ő velük való foglalkozásba segítsenek be a Pityikék, és ez így megy is. Tehát tulajdonképpen az a közfoglalkozás, amivel eddig részt vettek, hogy árokásás, fűnyírás, sárga mellénybe, útszélén lapát, nyílgörbítés, tehát hogy az attól többre érdemesek. Én csak magamról veszek példát, hogy a focival nagyon sok mindent el tudnak írni. Megtudják azt, hogy mi az, hogy türelem, mi ez az a foci iránt. Ez az életben is nagyon sokat fog neki segíteni. Azért, hogy nem mondjuk azt, hogy na, csúnyákat nem akarok mondani, nem üssük egymás anyját, hanem muszáj. Nem köpködünk szanaszét, meg tőle én leginkább azért vettem őket kezelésbe, hogy na az legyenek ma itt a faluvériát, a magyarok általában, hogy így a cigány gyerekek, úgy a cigány gyerekek, hanem úgy ismerik őket, hogy hey, figyeljetek ma, az a gyerek tegnap rúgott két gólt, az jó játszott, hát nézzetek ma fel egy kicsit rá. Most akkor megmondom az igazat, egy roma gyereknek ötször kell annyit útani, mint egy magyar gyereknek. Én csak magamról veszek tapasztalatot. Az életben egy-két pofont kaptam, és mégis tápráltam. És erre akarom őket felkészíteni, hogy az életben kapni fognak pofonokat, akkor ne essenek össze egybe. Tudja mindenki mi a feladat, egyre kérek titeket, káromkodást most hagyjuk abba. Mindenki odafigyeljen egymásra, ne sérüljön meg senki se, jó? Ezzel egy kérésem van tőletek, a kisrácok. Csak szöveg nélkül, Szebike, nem szólsz oda-vissza, csak magadra koncentrálsz. Figyelj! Figyelj, első szabály a fociba, az a nyújtás, az a legfontosabb, amit mondtam is nektek. Figyelj, még egy kicsit bír ki, és most jön a neheze, tartsd meg magad ott egy kicsit, ott tartod, még tartod szöveg nélkül, még tartod, jó, felállsz, megrázod. Hadd menjen! Csak a földön! Szép volt, Tibi! Passz van! Vezeted a labdát, passzoljál ma, hadd menjen! Passzolsz nekem! Itt állsz meg! De most neked hova kéne menned, szerinted? És akkor miért nem mentél be eddig? Menj be oda! Ennyi. A passz, az legyen belsővel passz. Mindig kitűztem magam elé célt. Most is arra tanítom őket, hogy nem ez a lényeg a foci, meg a pénz. Itt az, hogy te mit akarsz az élettől. Ha most te focizni akarsz, akkor focizzál. De nem mindenképpen focizni kéne, hanem tanulni is. Ha jól meglátod, itt vannak azok a gyerekek, akik akarnak. Mert akik nem akarnak, úgy jönnek ide tanulni. Ők innen ki akarnak törni, arra az oldalról. És meg is értem őket valamilyen téren. Mert ott őket nem fogják észrevenni. Én általában azt szoktam csinálni, hogy leülök a gyerekekkel, rajzolgatok velük, segítek neki a tanulásba, előveszik a könyvet, tanítok nekik írni, olvasni. Tehát a többik részét az a Lackó Gyula, meg Baranyi Viktor csinálja. Én csak ilyen segéd vagyok. Pista, mikor kaptak ezt a levelet a rendőrségről? Ma kaptál. És tudja, hogy ez miről szól? Nem tudom. Hát be kell menni megint valami kihallgatásra a Széchenyi rendőrkapitányságra. De mikor kell bemenni? Holnapra kell bemenni, reggel 9-re kell bemenni Széchenyibe a rendőrkapitányságra, valami kihallgatási ügy ez. Tehát ez elég későn jött akkor. Akkor ma a hűpapír elé. Ja, hogy jött egy másik is? Amúgy jött egy, mikor kaptam még 9, nem is, 10 óra, megkérdezően menni, az így, mikor Pécsi kettőt kaptam még a papírt. Akkor nem, Pécsi kettőt. Na jó, nem hittem, jó. Mikor a Makró osztalba akarta menni, akkor történt a baleset. Akkor történt a baleset. Hát miért mondom, az igaz, de így figyelj, ki volt nyitva az ábrak, lepültek kifele. Megmondta, hogy mama azt mondja, nem lesz egész nap, mert tárgyalban, mint tudom, hogy Bobby van otthon, a családi Bobby az. Jó, Pista, el kell, hogy köszönjek. Ezt ne felejtsd, hogy holnap mindenképpen be kell menni a rendőrségre. Jó, holnap 9-re. Holnap 9 óra. 8 óra felé szokott menni a busz. Valamilyen 8 óra megy a busz. Így van, azzal el kell menni, jó? És ez csak magának szól, jó?
Azt szeretném kérdezni, hogy voltál kint az erdőben? Persze. És hozta, ha sikerült? Mert úgy hallottam, hogy kaptatok erre engedélyt? A Krisztina kapott erre engedélyt? Hát esetleg, nem tudom, hogy mit tudom én. Minden gyerek volt a suliba? Persze. Rita nem volt, ugye? Hát csak ő. Ő nem volt a suliba. Hát és mi lesz vele? Hát majd figyelj. Jövő héten ő már eldönti, itt nincsen már senki, mert ő eldönti az életébe. Érted? Értem. Érted, Gyuszikám? És nem érdekel, és ő eldönti az életét. Uh-huh. Osz kész. Jó, rendben van. Ennyi. De te mit szeretnél? Én mindig jobbat. Érted? Jobbat. És mi lenne neki jobb, ha járna iskolába, vagy hogyha nem? Betűti jár, 18 évet, itt ma nincs. Gyuszikam, itt ma nincs. Nem akarod, hogy menjen az iskolába. Ne, és itt ma nincs. Akar menni? Itt ma nincs. Jó, rendben van. Itt ma nincs. Itt okay. Megállt. Jó, oké. Jó. Szia. Itt ma nincs többi. Jó. Itt ma nincs többi. Ha jó, ha nem, itt ma nincs többi. Elsőnek, ahogy itt beindult, ez a bázis, ugye? Mindenki azt mondta, jó van, hát ne menjetek máshova, mit foglalkoztok velük? Ezeket hallogattam vissza. De utána rajöttek az anyjaik, hogy megcsinálják a házit. Eljárnak iskolába. És ez nekik a második otthonuk, amikor idejönnek fél kettőkor tanulni. Itt olvasunk, itt beszélgetünk, itt hűskedünk, megbeszélünk mindent velük, hogy mi történt ma iskolába, stb. Nem elég becsábítani a fiatalokat, vagy akár a felnőtteket is egy programba, hogyha annak majd egyszer csak így vége van, vagy hetekig nem történik semmi. Na most az önkéntesnek semmi más dolga nem volt, mint hogy álljon rendelkezésre, és a felmerülő igényeknek, illetve az ő affinitásának megfelelően programokat biztosítson a gyerekeknek. Nagyon sok fiatal ide szokott, tehát napi rendszerességgel lehet azt mondani, hogy 12-15 fiatal megfordult, javarészt a Petőfi utcából, de nem csak a Petőfi utcai gyerekek vagy fiatalok jöttek el. És ugye ennek, tehát ez gyakorlatilag eredménynek könyvelhető mindenképpen. Első perctől kezdve azt gondoltuk, hogy azt a fajta szociális munkás munkafolyamatot próbáljuk megvalósítani, amit mondjuk ilyen settlement jelzővel illetnek, hogy nagyon-nagyon intenzív jelenléttel szeretnénk ott lenni, de ehhez sokkal több ember kellene. A nem egészen két év alatt nagyon sok kudarcunk volt abból, hogy nem tudtunk fölállítani egy olyan állandó stábot, akik a mindig változó helyzetre és nagyon-nagyon sok visszalépésre folyamatosan ugyanazzal a lelkesedéssel és ugyanazzal a kitartással tudtak volna reagálni. Az egy nagy tanulság, hogy ilyen típusú munkát csak egy nagyon stabil stábban lehet megcsinálni. Járkáltunk a kistérség különböző falvaiban, mindenhol találtunk szegregátumokat, és ezek sem hasonlóak egymáshoz. Vannak kisebbek, vannak nagyobbak. És már 2 éve ment a program, amikor azt gondoltuk, hogy ez nem lehet. Tehát, hogy meg kellene próbálnunk valami olyan típusú lakhatási programot csinálni, ami nem a két szélsőség. Tehát nem a telepfelszámolási program, és nem is az utca csinosítgatás. Az egyik azt jelenti, hogy egy kicsit javítunk a külsőn, esetleg egy icipicit az életminőségen, a másik pedig, hogy az embereket elköltöztetik úgynevezett integrált lakókörnyezetbe. A Magyar Géci lakhatási program az egyik sem, mert itt van 7 ház, amik közül 5 szocpolos, tehát 10 és 15 év közötti házak. Ugyan nagyon rosszul vannak megépítve, a szocpol mafia az nagyon beletette a kezét a dologba, tehát majdnem lakhatatlanok, de akkor is kár lenne őket ledózerolni. Nagyon szegényes, nagyon igénytelen a házaknak mindenhol a berendezése, esetleges a bútorozás, ami nagyon feltűnő lehet, különösen mondjuk, ha valakinek arra van szeme, hogy egy gyerek hogyan él otthon, hogy nincsenek külön szobák, hogy ha asztal van, akkor az egy étkező asztal, tehát hogy a gyerekeknek a tanulási feltételei azok hát eléggé semmilyenek sem. És igazándiból a legtöbb helyen csak ágyak vannak, meg kályha, meg tévé. Borzasztóan sivár ez a környezet, ami óriási
kontrasztban van a magának a tájnak a gyönyörűségével. Nagyon nehéz takarítani például egy olyan házat, ahol nincs parketta, vagy padló, vagy műpadló, vagy csempe, hanem van a beton, ami mindig porzik. Ahányszor fölmosod, annál jobban porzik. Ahol a masinától állandóan füstszag van, amin főzni lehet, és lehet nála melegedni is. Általában tér összeszorulnak egy szobába, hogy ne kelljen az egész házat fűteni. Ott három napi fűtés után olyan füstszag van, és minden nyáron ki kell messzelni, mert hogy tiszta fekete lesz a fal tőle. Erre azt gondolják az emberek, hogy itt már 20 éve nem volt festve, holott a ház nincs annyi éves, de egyszerűen ezek ilyen adottságok. Hogyha egy ágy van, ami egy kihúzhatós rekamié, akkor azon alszanak. És általában ez úgy szokott lenni, minél kisebb a hely persze, hogy a legkisebb gyerek az általában a babakocsiba alszik. Aztán, ahogy nagyobb lesz, akkor így, mit tudom én, ha esetleg van egy kis ágy, de általában azért az sem nagyon van, hanem az a szülők között alszik. A házak állagát azért el tudnám jobbnak is képzelni. Kellene csatorna, kellene vakolat, de ez csak a hosszabb állagmegőrzés miatt. Szeretném, hogyha némelyik udvar ennél sokkal-sokkal rendezettebb lenne. Erre voltak is kísérleteink, és egy darabig ezek működtek. Aztán mindig motiválni kell az embereket, mert nagyon azért hamar elveszítik az akarásukat erre, mert én ezt meg is értem egyébként. Tehát amikor semmi jövőkép nincs, akkor ez nagyon nehéz szinten tartani. Nagyon szeretném, hogyha jó pár gyerek mondjuk így hazajárna a munkahelyéről, és máshol lakna, és tudnám, hogy mit tudom én, fodrász lett, vagy esztergályos, vagy orvos, vagy bármi. Mert hogy itt nagyon-nagyon tehetséges gyerekek vannak, és aztán a végén 7 osztállyal maradnak a feketébe. Tehát, hogy én a gyerekeket látnám egy kicsit boldogabbnak az elkövetkezendő 10-15 évben. Thank you.